Keményen beleszállt Szoboszlai Dominikba a Manchester United egykori klasszisa. A Real Madrid egy őrült meccsen verte az Atletico Madridot a spanyol szuperkupa elődöntőjében. A Sevilla ajánlatot tett Sallai Rolandért. A Tottenham Hotspur nyerte a Radu Dragusinért folyó versenyfutást. Viktor Osimhen alaposan berágott nápolyi csapattársa ügynökére. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A Liverpool kedden a hivatalos oldalán közölte, hogy az együttes jobb hátvédje Trent Alexander-Arnold sérülés miatt néhány hétig nem lesz bevethető. A 25 éves játékos az Arsenal elleni múlt vasárnapi FA Kupa mérkőzésen sérült meg. A találkozó után elvégzett vizsgálatok kisebb szakadást mutattak ki az egyik tércalagjában, ami várhatóan 3 hetes kihagyást jelent a számára. Alexander-Arnold kiesése azért is érzékeny veszteség a Premier League-ben jelenleg az első helyen álló Liverpoolnak, mert így mind a 4 olyan játékosát nélkülöznie kell következő meccseken, akik ebben a szezonban a legtöbb helyzetet teremtették mérkőzésenkénti átlagban, hiszen a jobb hátvéd mellett a bal hátvéd Anthony Robertson is sérüléssel bajlódik, és ugyanez igaz Szoboszlai Dominikre is, Mohamed Salah pedig Egyiptom válogatottjával az Afrika kupára utazott. Nagy csapás érte a napokban a Bayer Leverkusent is, amelynél Victor Boniface dőlt ki hosszú időre. A tavaly nyáron az Union Saint-Gilloistól megszerzett 23 éves játékos a hamarosan rajtoló Afrika kupára készülő nigériai válogatott dubai edzőtáborában sérült meg, egészen konkrétan comb-izomhúzódás szenvedett. A leverkuseni klub közleménye szerint Boniface-t tegnap már meg is műtötték, minek következtében előreláthatólag csak április elején térhet vissza a pályára. Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna a Bundesligában jelenleg az élenálló gyógyszergyári egyesület edzője Xabi Alonso, hiszen az ősszel ihletett formában futballozó 23 tétmeccsen 16 alkalommal eredményes, és emellett 8 gólpasszt is kiosztó Boniface személyében a csapat házigól királyát veszítette el hosszú időre. Mindössze fél évig tartott Leonardo Bonucci németországi kalandja. A 36 esztendős Európa-bajnok olasz védő ugyanis távozik az Union Berlintől, és a török Fenerbahcséhoz igazol. A veterán játékos tavaly nyáron szerződött, a Schäfer Andrást is foglalkoztató német fővárosi klubhoz, azt követően, hogy a Juventus, amelyet egy rövid milánói kitérőtől eltekintve 12 szezonon keresztül erősített, már nem tartott igényt a szolgálataira. Így aztán a torinóiak átigazolási díjat sem kértek Bonucciért, aki akkor egy 2024 nyaráig szóló, egy éves hosszabbítási opciót is tartalmazó szerződést írt alá az Uniónnal, ahol azonban nem sikerült alapemberré válnia. A talján védő mindössze 7 bajnokin és 3 bajnokok ligája meccsen kapott lehetőséget az ősszel, így aztán borítékolható volt, hogy januárban távozni fog a klubtól. Az elmúlt hetekben elsősorban az AS Rómával kapcsolatban emlegették a nevét, ám miután a szurkolók a Juventusos múltja miatt heves tiltakozásba kezdtek az érkezése ellen, a farkasok vezetői inkább elálltak a leigazolásától. Ezt követően jelentkezett beérte a Fenerbahce, amely gyorsan megegyezett a transfer részleteiről mind az Uniónnal, mind magával a játékossal. Úgy tudni, a németek nem kérnek átigazolási díjat a törököktől, akik ennek köszönhetően ingyen szerezhetik meg Bonuccit, aki tegnap óta már Isztambulban tartózkodik, hogy aláírja a 2024 nyaráig szóló szerződését leendő klubjával, ahol ezen időszak alatt állítólag 1,2 millió eurót fog keresni. A Napoli támadója Viktor Osimhen alaposan berágott csapattársa Kvicsa Kvaratskhelia menedzserére, Mamuka Jugelire, amiért az a minap az egyik interjújában azt találta mondani, hogy ügyfele csak a pénzért biztosan nem igazolna Szaúd-Arábiába, nem úgy, mint a nigériai játékos. Való igaz, hogy Osimhen nemrég szerződést hosszabbított a Napolival, de te tényleg azt gondolod, hogy Nápolyban fejezi majd be a pályafutását? Előre megmondom, hogy a nyáron Szaúd-Arábiába fog igazolni még akkor is, ha a Napoli jelentősen megemelte a fizetését. Kvicsa viszont még akkor is nemet mondaná egy ilyen transferre, ha évi 1 milliárd eurós bért kínálnának neki. Ő ugyanis szívesebben játszana a Real Madridban, a Bayern Münchenben, a Barcelonában vagy a Manchester Cityben. Kvaratskhelianak mások a céljai és a prioritásai, jelentette ki a menedzser az egyik Gruz TV-nek adott interjújában. Eme kijelentésekről értesülve pedig Osimhen az Instagram oldalán keresztül a következőket üzente csapattársa ügynökének. Kedves Mamuga Jugeli! Te egy szardarab vagy és egy szégyen. Zavarba ejtett az okoskodásod, idióta fasz. Nem mer még egyszer a szádra venni a nevemet. Fakad ki az Instagram sztoriában a nigériai támadó.
Dennis Bayer, a Sky Sport Germany munkatársa minap arról írt az X oldalán, hogy a La Ligában szereplő Sevilla a Freiburg magyar válogatott jobbszélsőjét, Sallai Rolandot szemelte ki a támadó játékának felturbózására. Úgy tudni, a bajnokság felénél járva a 16 megszerzett pontjával jelenleg csak a 16. helyen álló, a kieső zónától mindössze egy pontra álló Andalúz Egyesület már konkrét ajánlatot is tett a 26 éves támadóért, amely egy kötelező vételi opcióval ellátott fél évre szóló kölcsönszerződést foglalt magába. A jelentések szerint azonban a Freiburg jelenleg hallani sem akar Roland eladásáról, már csak azért sem, mert a csapat másik jobbszélsője, Ritsu Doan, a japán válogatottal a következő egy hónapban az Ázsia kupán fog szerepelni, így ha Roland távozna, akkor a tavaszi szezonnak vérbeli jobbszélső nélkül kellene nekivágnia a Christian Streich vezette együttesnek. Így aztán a német klub állítólag nemet mondott a Sevilla ajánlatára, amely egyébként tegnap Lucien Agumé személyében bejelentette az első januári igazolását. Az Inter francia kameruni 21 éves védekező középpályása kölcsönbe érkezett a spanyol klubhoz, amely 8 millió eurós vételi opciót is kapott rá. Kedden a Fiorentina Bologna találkozóval vette kezdetét az olasz kupa egymeccses párharcokból álló negyeddöntője, amelyet miután sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett gól, büntetőkkel a hazai csapat nyert meg, amely majd azzal az Atalantával csap össze a döntőbe jutásért, amely tegnap este hátrányból felállva verte 2-1-re az AC Milánt a San Siroban. A milánóiak egy gyönyörű akció végén Rafael Leao találatával kerültek előnybe a 45. minutumban, ám a bergamóiak alig 2 perc elteltével Teun Koopmeiners jól eltalált lövésével szinte rögtön egyenlíteni tudtak. Majd a holland középpályás volt az is, aki az 59. percben egy büntetőből belőtte a vendégek továbbjutást jelentő gólját. A másik ágon pedig Lazio Róma negyeddöntőt rendeztek, a nem túl színvonalas fővárosi derbit pedig Mattia Zaccagni 11-esből elért góljával a pályaválasztó sasok nyerték meg. A találkozó egyébként 3 kiállítást is hozott. A hazaiaknál Pedro, a vendégeknél pedig Sardar Azmoun és Gianluca Mancini kapott piros lapot, és mindhárman a 90. perc után jutottak a kiállítás sorsára. A meccs előtt pedig a szurkolók játszották a főszerepet, a két együttes drukkerei ugyanis égő fáklyákkal és egyéb technikai eszközökkel dobálták egymást a Stadio Olimpico lelátóján. A Lazio elődöntőbeli ellenfele pedig majd a ma este megrendezésre kerülő Juventus-Frosinone párharcból fog kikerülni. Kedden és szerdán rendezték az angol Liga Kupa elődöntőinek odavágóit. Előbbi napon Middleborough-Chelsea meccset rendeztek, amely hatalmas meglepetésre a másodosztályban jelenleg csak a 12. helyen álló hazai csapat 1-0-ás győzelmével zárult, így a londoni sztárcsapat hátrányból várhatja a 2 hét múlva esedékes visszavágót. A másik elődöntőben pedig a Liverpool a Fulhammel csapott össze, és bár a szünetben még a vendégek vezettek, a rendkívül tartalékosan felálló vörösök a második félidőben Curtis Jones és Cody Hakpo találataival a maguk javára fordították az eredményt, és végül 2-1-es győzelmet arattak. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Nem akármilyen meccset játszott egymással a spanyol szuperkupa első, szerdai, a szaúd-arábiai Riádban megrendezésre kerülő elődöntőjében a Real Madrid és az Atletico Madrid. A fordulatokban gazdag, hosszabbítást hozó madridi derbin ugyanis potyogtak a gólok. Összesen 8 találat született, ebből 5-öt a Real, 3-at pedig az Atletico szerzett, így előbbi csapat jutott be a minitorna vasárnapi döntőjébe, ahol majd a Barcelona és az Osasuna ma esti párharcának győztese lesz az ellenfele. Érdekesség, hogy a Real, amely egyébként úgy jutott tovább, hogy a 85. percben még vesztésre állt, hiszen ekkor az Atletico 3-2-re vezetett, 1983 óta most először tudott 5 gólt lőni a városi riválisnak, amelynek edzője Diego Simeone ezt megelőzően még soha nem kapott ennyi gólt egyetlen csapattól sem a matracosok trénereként. Mindazonáltal a találkozó egyik, ha nem a legszebb gólja, az Atletico erősítő Antoine Griezmann nevéhez fűződik, aki a 37. percben azután lőtt egy nagy gólt a Real kapujának jobb oldalába, hogy egy remek csellel 2 madridi játékost is csúnyán becsapott. Ráadásul ez egy történelmi találat volt a francia részéről, hiszen ezzel 174-re növelte az Atleticóban szerzett góljainak a számát, amivel immár Luis Aragonest megelőzve ő vezeti a klub örök góllövő listáját.
De nem mehetünk el szó nélkül a Real 5. találatát jegyző Brahim Diaz gólja mellett sem. A spanyol támadó ugyanis azt követően talált be távolról az üres kapuba a 122. percben, hogy több méteres hátrányból lefutotta az Atletico kapusát, Jan Oblakot, aki előre ment fejelni csapata egyik szögleténél. A Tottenham Hotspur kedden hivatalosan is bejelentette a mostani idényt az RB Leipzigben megkezdő Timo Werner érkezését, aki jól ismeri a Premier League-et, hiszen 2020 és 2022 között a Chelsea játékosaként már eltöltött két nem túl jól sikerült szezont az angol élvonalban. A 27 éves német támadót a mostani szezon végéig kölcsönbe szerezte meg a Spurs, amely egy nem kötelező érvényű 17 millió eurós vételi opciót is kapott rá a német klubtól. A jól értesültek szerint a kölcsönszerződés ideje alatt az angolok fogják állni Werner teljes fizetését, aki a 16-os messzámot választotta új csapatánál. Szintén a Tottenham Hotspurrel kapcsolatos hír, hogy a sarkantyúsok nyerték a Radu Dragusinért folyó versenyfutást, így a Genoa román futballistája a londoni klubnál folytatja a pályafutását, amit tegnap már a játékos ügynöke is megerősített. Ahogyan arról a tegnap előtti videónkban is beszámoltunk, a 21 éves játékos aláírásának megszerzésére irányuló küzdelemben az angol egyesület legnagyobb kihívója a Bayern München volt. Mindkét klub kedden küldte el a hivatalos ajánlatát az olaszoknak, és ezek a könnyen elérhető bónuszokat is beleszámítva egyaránt 30 millió euró körüli összegről szóltak, annyi különbséggel, hogy a Spurs valamivel magasabb fix átigazolási díjat kínált a németekhez képest. Továbbá az angolok ajánlata a 21 éves angol jobbhátvéd Jed Spence fél évre történő kölcsönadását is tartalmazta, egy 10 millió eurós vételi opcióval megspékelve. A Genoa pedig mind az angol, mind a német klub ajánlatát elfogadta, így minden azon múlt, hogy Dragusin melyik együttest választja. A játékos pedig végül a Tottenham ajánlata mellett tette le a voksát, ami 2029 nyaráig szóló és évi nettó 3 millió eurós fizetést tartalmazott, ez egyébként nagyjából 1 millió euróval több, mint amennyit a Bayern kínált neki. Érdekesség, hogy a Genoa tavaly nyáron mindössze 5,5 millió euróért vette meg Dragusint a Juventustól, vagyis a griffek most busás haszonnal adnak túl rajta, ugyanakkor a transferből a torinóiak is profitálnak, hiszen a klubok közötti megállapodás értelmében a vételár 20%-a az öreg hölgyet illeti meg. Ez nagyjából 5 millió eurós bevételt jelent a Juve számára, amely olaszországi sajtóhírek szerint ebből az összegből fogja finanszírozni a Lille portugál védőjének, Thiago Giallo-nak a megszerzését. A posztját tekintve elsősorban középhátvédnek számító, de a védelem jobb és bal oldalán is bevethető 23 éves játékos leigazolásáról a Juventus állítólag már mindenben megegyezett a francia klubbal. Eszerint Giallo potom 3,5 millió euróért plusz bónuszokért válthat csapatot, azért ilyen kevés pénzért, mert a szerződése a nyáron lejár a Lille-nél, illetve a klubok között köttetendő szerződés tartalmazni fog egy olyan záradékot is, amely kimondja, amennyiben a Juve a jövőben túlad a védőn, akkor köteles átutalni a vételár 10%-át a francia egyesület számlájára. A Juventussal egy 2028 nyaráig szóló szerződésről megállapodó Giallo számára egyébként nem lesz ismeretlen terep Olaszország, hiszen 2019. januárja és augusztusa között az AC Milan tartalék csapatát erősítette, és innen igazolta le a Lille 4 millió euróért. Nem mellesleg a védőt a Juventus mellett az Inter is kiszemelte magának, és Giallo állítólag velük is megállapodott a személyes feltételekről. Ugyanakkor a milánói klub csak a nyáron szerződtette volna, hogy ne kelljen érte átigazolási díjat fizetni. A játékos azonban nem akart addig várni a klubváltással, ennek tudható be, hogy végül inkább a torinóiakat választotta. Ami pedig a Dragusin ügyben hoppon maradt felett a Bayern-t illeti, németországi sajtóhírek szerint a müncheniek első számú célpontja így a Tottenhamben futballozó Erik Dyer lett a középhátvéd poszt megerősítésére. A 29 éves játékos szóban már elfogadta a bajorok 2025 nyaráig szóló, plusz egy éves hosszabbítási opciót is tartalmazó szerződés tervezetét, így a transfer véglegesítéséhez már csak az kell, hogy a Bayern és a Tottenham meg tudjon állapodni egymással a vételárról. Mivel a mostani szezonban eddig csupán 4 bajnokin pályára lépő Dyer egyáltalán nem szerepel a londoniakat irányító Ante Postecoglou terveiben, a szerződése pedig a nyáron lejár a Spursnél, ez véletlenül nem fog gondot okozni a feleknek, és ha hihetünk a Sky Sport Germany újságírójának Florian Plettenbergnek, akkor az átigazolási díj nagyjából 4 millió euró körül fog mozogni.
Mindeközben a Bayern egy új jobb hátvéd szerzőtetésén is dolgozik, amely posztra továbbra is a PSG-t erősítő Nordi Mukiele a fő kiszemelt. A párizsiak állítólag immár nyitottak a 26 éves játékos elengedésére, aki egy vételi opciót is tartalmazó, fél évre szóló kölcsönszerződés keretein belül igazolhat a müncheniekhez, akikkel Mukiele állítólag már abban is megállapodott, hogy amennyiben a nyáron végleg megveszik őt a PSG-től, akkor 2028 nyaráig szóló kontraktust ír alá velük. Egybehangzó sajtóhírek szerint tegnap végre megszületett a megállapodás a Manchester United és a Borussia Dortmund között Jadon Sancho ügyében, így az angol szélső visszatér a német klubhoz, amelyet 2021-ben hagyott ott a vörös ördögök kedvéért. A 23 éves Sancho korábban 3 idényen át erősítette a Dortmundot, és akkoriban a világ egyik legnagyobb támadó ígéretének tartották. Teljesen jogosan, hiszen a BVB mezében 137 tétmeccsen 50 gólt és 64 gólpasszt termelt, ami elégnek bizonyult ahhoz, hogy a Manchester United másfél évvel ezelőtt 85 millió eurót se sajnáljon kifizetni érte. Sancho számára azonban rémálomszerűen sikerült a manchesteri időszak. Nem elég, hogy képtelen volt stabilizálni a helyét a kezdőben, és időközben mentális problémái is adottak. Tavaly szeptemberben a vezetőedzővel Erik ten Haggal is összerúgta a port, amiért az a nem megfelelő edzés munkájára hivatkozva nem nevezte be őt az Arsenal elleni rangadó meccs keretébe. Erre reagálva Sancho a közösségi oldalán gyakorlatilag hazugnak nevezte a holland trénert, és miután a klubvezető kifejezett kérése ellenére sem volt hajlandó bocsánatot kérni a kijelentései miatt ten Hagtól, száműzték az első csapat keretéből, és azóta egyetlen meccsen sem lépett pályára. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a United átadó listára tette Sanchót, aki a kevés kérője közül végül a volt csapatát, a Dortmundot választotta, még annak tudatában is, hogy így biztos, hogy a nyáron ismét új csapat után kell néznie. A németek ugyanis a magas vételára és a csillagászati évi 13 millió fontos fizetése miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy végleg leigazolják Sanchót, aki ennek megfelelően a két klub megállapodásának értelmében csak egy fél évre szóló, vételi opciót sem tartalmazó kölcsönszerződés keretein belül tér vissza a Ruhrvidéki Egyesülethez, amely ezért 4 millió eurót fizet az angoloknak. Ez az összeg tartalmazza a kölcsönvételi díjat, valamint a játékos fizetésének egy részét is fedezi, amelynek a nagyobb hányadát továbbra is a United fogja állni, amelynek vezetői állítólag abban bíznak, hogy Sanchónak sikerül majd visszanyernie Dortmundban a régi formáját, és ennek köszönhetően nyáron vaskosabb összegért tudnak majd végleg megválni tőle. Hiába tartják sokan a Liverpool által a nyáron az RB Leipzigtől megszerzett Szoboszlai Dominiket az egész Premier League egyik legjobb nyári igazolásának, és hiába zengenek ódát róla a vörösök szurkolói, a Manchester United és az angol válogatott korábbi világklasszis védője Rio Ferdinand egyáltalán nincs elájulva a magyar középpályás teljesítményétől. Mindenről a saját YouTube csatornáján futó Vibe with Five műsorban beszélt a jelenleg szakkommentátorként tevékenykedő egykori kiválóság. Tudom, hogy mindenki őt hype-olja, de szerintem Szoboszlai Dominik nem teljesített olyan jól, mint ahogy azt sokan állítják. Azt nem vitatom, hogy jó játékos, de eddig semmi olyat nem láttam tőle, ami alapján rászolgált volna arra, hogy őt tartsák az új Steven Gerrardnak, jelentette ki Ferdinand a jelenleg sérüléssel bajlódó Szoboszlaival kapcsolatban, aki 26 tétmeccsen pályára lépve eddig 4 gólt és 3 gólpasszt jegyez a Premier League-ben jelenleg az élen álló Liverpoolban. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.